Rangos helyezést értek el a Magyar Táncművészeti Egyetem hallgatói több nemzetközi versenyen is a közelmúltba, így például Olaszországban a Domenico Modugno nemzetközi balettversenyen. Vendégünk ma Szit Melinda, a Táncművészeti Egyetem oktatója, balettmester, aki tanította korábban a két fiatalt is, Golubkovics Gergőt és Szilvási Annát, akik ezt a helyezést elérték. Milyen értéke van egy balett versenynek a Táncművészeti Egyetem oktatásában? Mennyire figyelnek oda az oktatók erre? Egyáltalán külön kell-e felkészíteni egy ilyen versenyre a tanulókat? Hát az egyetem életében ennek óriási jelentősége van, mert egyrészt egy megjelenési lehetőség, másrészt a kiutazó akár zsűritagként rektor úr szokott részt venni a versenyeken, illetve a velük kiutazó mesterek mindenféleképpen betekintést láthatnak más iskoláknak a munkájába is, és azért elmondhatjuk, hogy tulajdonképpen nem feltétlenül azt látjuk, hogy fel kellene zárkóznunk a nemzetközi iskolákhoz, hanem igen rangos helyezéseket sikerül a gyerekeknek elérni, úgyhogy tulajdonképpen akkor is mindenféleképpen a gyerekeknek egy tapasztalatszerzés, de a mestereknek is, és esetleg láttunk új utakat, illetve új nézeteket, látásmódokat, amit nyilván beépíthetünk a saját oktatásunkban, és minden egyes verseny után van egy megbeszélési lehetőség, ahol a kiutazó balettmesterek meg tudják osztani, illetve a gyerekek is meg tudják osztani a tapasztalataikat. Természetesen külön kell őket felkészítenünk ezekre a versenyekre, tehát megvan nekik a napi tréning, ami szintén nem kevés, tehát óraszámban minimum egy 3-4 órára kell gondolni, és azon felül még van egy olyan próbaidőszak, ami a versenyfelkészülést fogja lefedni, de hát ez nekik is egy kihívás, és ezt energián felül is tudják teljesíteni, úgyhogy ez mindenféleképpen egy örömteli felkészülési stádium. És hát tulajdonképpen ezekre a versenyekre való kijutáshoz természetesen pénz szükséges, mint minden máshoz, és ezt az egyetem önmagától nem lenne képes támogatni, illetve nem minden verseny, de hogy idén ennyi versenyre el tudtak menni a gyerekek, ezt a Nemzeti Tehetségprogramnak köszönhetjük, ami mindenkinek nagyon jó, a gyerekeknek, rengeteg tapasztalatot szereznek, és látják, hogy igenis van értelme annak a napi kemény munkának, ami néha talán favágásnak tekinthető, hiszen nap mint nap ugyanazt gyakorolni, illetve hát egyre nehezebben gyakorolni, hiszen az anyag egyre erősebb, de hát mindenféleképpen nekik ez egy nagyon-nagyon pozitív tapasztalási lehetőség. Mennyire motiváltak a növendékeik az ilyen versenyek iránt? Hiszen említette, hogy ez egy jelentős plusz munkát igényel tőlük, másfelől bemutatkozási lehetőség olyan embereknek, akik hát végül is előadó művésznek készülnek. Nagyon-nagyon motiváltak ebben a gyerekek, én úgy gondolom, és várják, hogy ki mehet és ki nem mehet a versenyekre, úgyhogy ez számukra rettenetesen motiváló, és hát nagyon-nagyon pozitívan is hat rájuk, és azt el kell mondani, hogy ilyenkor a zsűriben olyan nagy szaktekintélyek ülnek minden egyes versenyen, hogy tulajdonképpen az nekik akár egy munkalehetőség is lehet a későbbiekben, vagy kaphatnak ösztöndíjat iskoláktól, ahogy a mi is a rektor úr is szokott ösztöndíjak ajánlani fellépő, illetve résztvevő gyerekeknek, illetve hát már félig felnőtteknek, amivel újabb tanulmányokat kezdhetnek meg, újabb technikákat tanulhatnak meg, amivel mindenféleképpen még az önéletrajzuk kibővülhet, és jobb eséllyel indulnak utána már egy együttesnek a felvételén. Az magától értetődő, hogy a gyerekek renoméját, és hát később az elhelyezkedési esélyeiket is javítja egy ilyen versenygyőzelem, de vajon az egyetemnek a presztízsét mennyiben emeli? Számon tartják-e azt, hogy a Táncművészeti Egyetem az idén 5 versenyen ért el komoly helyezést? Abszolút. Tehát ez teljes mértékig elmondható. Többen jelentkeznek ennek hatására, például külföldről is? Külföldről abszolút sokan jelentkeznek, igen, úgyhogy ez is nagyon pozitívan hat, hiszen ilyenkor ugye nem csak a gyerekek mutatkoznak meg, hanem az iskolának a minősége is megmutatkozik. Tehát itt nem csak a gyerekek képviselik magukat, hanem az egyetem is, és bizony-bizony valaki kifejezetten ide szeretne jönni tanulni hozzánk. Úgyhogy mindenféleképpen emeli. Nem bánatosak egy kicsit az oktatók, a koreográfusok, tehát mindazok, akik részt vesznek a felkészítésben, de valahogy a háttérben maradnak a győzelemkor. Én úgy gondolom, hogy ez majdnem olyan, mint egy szülő-gyerek kapcsolat, mert ugye annyi időt töltünk együtt, és annyi mindenben kell támogatnunk a gyerekeket, nem csak a technikai felkészülésben, hanem a mentális felkészülésben is, hogy
mint ahogyan a szülőnek is az a feladata, hogy támogassa a gyerekét, és azon az út, arra az útra terelje, ahol neki majd a legjobb, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez ebből a szempontból, bár nyilván megjelenik a nevünk mindenhol, hogy ki volt a felkészítő, illetve ki a koreográfus, de hát ilyenkor természetesen a gyerekek az elsők. Mennyire lehet látni, hogy az utánpótlás is adott? Ugye a két győztes, Gergő és Anna, ha jól tudom, akkor végzősök, negyedévesek. Jövőre. Jövőre Jövőre fognak fognak végezni. Végezni, igen. Mennyire látszik, hogy az alsóbb évfolyamokon már ott vannak azok, akik hasonló sikereket tudnak majd elérni? Hál' Istennek ez látszik, mert ők maguk is klasszikus balettszakon kezdték, de valamiért úgy adódott, akár technikai problémák, vagy az érdeklődésük bizonyos gyerekeket arra felé terelnek, hogy szakot váltsanak, úgyhogy van utánpótlás, mert negyedik, ötödik évfolyamban már eldől, hogy ki tudja tovább folytatni a klasszikus balett tanulmányokat, illetve kinek érdemesebb akár a néptánc tagozatra, akár a modern tánc tagozatra átmenni. Mennyire becsülik meg azokat az oktatókat, akik ilyen diákokat nevelnek? Tehát van-e valami fajta külön elismerése, presztízs növekedés formájában akár a közvetlen mestereiknek? Hát természetesen van, mert azért ilyenkor mi is dicséretben részesülünk, és azért a nevünk mégiscsak ott van a gyerekek mellett, úgyhogy ilyen formán igen, és én úgy gondolom, hogy az önmagában egy elismerés, hogyha a saját növendékünk részt tud venni, illetve kiválasztódik, nem túl szépen magyarul, de egy ilyen verseny lehetőségre az már önmagában elismerés, hogy akkor valahol mi is jól végezzük a munkát, és hát természetesen az adott gyerek, illetve ők is tehetségesek, mert hát anélkül ez nem megy. Nézzünk bele a díjnyertes produkcióba, amivel második helyezést értek el a fiatalok Olaszországban. Meghatározatlan. Ez volt a címe annak a produkciónak, amivel a sikert érték el a Táncművészeti Egyetem növendékei, Szilvási Anna és Golubkovics Gergő. Miről szól ez a produkció? El lehet mondani egy táncművészeti produkciónak a tartalmát?
Persze, teljes mértékben. Ezt, amikor kitaláltuk, az jutott eszünkbe, hogy mi lenne, ha egy személyt testesítenénk meg ketten, ugyanis ez nagyon ritka, hogy egy duóban akkor két ember van, és mégis egy dolgot ábrázol, és a belső vívódását akartuk szimbolizálni két különböző dolognak, és hogy hogyan dominálja és uralja a másik az egyiket. Teljes egészében ti dolgoztátok ki a produkciót, a koreográfiát? Igen. Már eleve azzal a szándékkal, hogy ezzel versenyen fogtok indulni? Tehát először jött az, hogy van egy produkciótok, és majd ezzel menjünk versenyre, vagy a verseny jelentett egy kihívást, hogy na találjunk ki valamit? Így volt. Ez az utóbbi? Igen. Mennyi munka van egy ilyen produkció összeállítása? Most nem az elpróbálásra gondolok, hanem csak egyáltalán a kitalálásába, a megtervezésében. Ez szerintem különböző. Nálunk most úgy volt, hogy tudtuk, hogy lesz egy verseny, amire készítenünk kell egy koreográfiát, és nagyon sokáig vívottunk vele, vért izzadtunk, és valahogy nem jött az iklet. Majd az egyik mesternünk, Lőrinc mesternő mondta, hogy lépjünk fel a verseny előtt még valahol, hogy gyakoroljunk, és körülbelül egy délután alatt összeraktuk, és igazából akkor jött meg az iklet, mert jött az adrenalin, és igazából azon a délutánon. Igen, onnan tudtuk tovább építeni és rádolgozni. Nálunk ez így működött, de ez mindenkinél más. Van, aki szépen lassan tud folyamatosan építeni, és meg tudja koreografálni magának egy hónapon keresztül, úgyhogy nem... Igen, hogy valaki hónapok alatt építi igen, fel. Igen, mi nekünk meg kellett ez az adrenalin, hogy na akkor úristen, van két napunk, vagy ez előkelt, hogy igen. Hirtelen. Mert előzőleg egy másik tánccal indultunk volna, és fel kellett újítani ezt. És mi a sorsa ennek a produkciónak? Lement a verseny. Ez soha büdös életben nem lesz többet előadva? De, lehet. Hogyha az iskola... Szeretném még látni, hogyha a rektor úr, a mesterek úgy döntenek, hogy nyílt napokon, vagy bárhol másodt elő. Igen, ez a koreográfia megvan nekünk, és bármikor elővehetjük, ha szükség van rá. Mit jelent egy ilyen verseny a ti további pályátokra nézve? Ugye ti végzés előtt vagytok, tehát már nyilván az állás lehetőségek is foglalkoztatnak benneteket. Az, hogy ezen a versenyen ilyen jó helyezést értetek el, az azt jelenti, hogy most akkor a telefonhívások meg fognak szaporodni? Elsősorban szerintem az ilyen versenyek tapasztalatszerzésre jók, de kapcsolatépítésre is nyilván. És ösztöndíjakat is kapunk, úgyhogy ezek miatt teljes mértékben jó. Így indulunk. Szeretnétek együtt folytatni tovább a pályát, vagy ez inkább csak egy munka volt, egy közös munka, ami jól sikerült, de nem feltétlenül jelenti azt, hogy össze vagytok kötve? Hát, hogyha úgy hozza az élet, de különböző elképzeléseink vannak a jövővel kapcsolatban, én például Izraelbe szeretnék majd menni. Én Skandináviába, vagy Benelux államokra gondoltam. Aha. És miért pont Izrael, miért pont Skandinávia? Izraelben vannak olyan társulatok, ami azt a mozgásvilágot, ami nekem nagyon tetszik, és mármint sok mozgásvilág tetszik, de amit az én testem alkalmas, amire alkalmas az én testem, valahogy azt látom, hogy ott Izraelben van. Ez akkor azt jelenti, hogy mind a ketten maradtok a modern táncnál, tehát nem klasszikus balettről van szó a továbbiakban, vagy legalábbis a pályátok az semmiképpen nem azzal indul, hanem valamilyen modern tánc együttesnél. Igen, a balett az egy alapot adott, és az nagyon jó volt, balanszot ad, fegyelmet, tartást, de mi a modernben tovább visszük ezt inkább, és nem erre specializálódunk. Ugye még egy évetek van a Táncművészeti Egyetemen, jövőre kinéz valami hasonlóan rangos verseny, amin elindulnátok? Hát a jövő évünk már elő, pont most majd megyünk meetingre, megbeszéljük a mesterekkel, hogy ki hova menjen gyakornoki munkára, és igazából nem tudom, hogy mennyire fog beleférni a mi időnkbe, mert a verseny, mert ugye... A végzés az nagyon igen, sűrű, igen. Az utolsó év. Igen, képesítő vizsga. Vizsga koncert, és emellett ugye a gyakornoki munka. Tevékenységek. Igen.
jönnek hozzánk tanárok, és projektmunkákat kell csinálnunk. Valahová beszámít egyébként az eredményetekbe, a bizonyítványba, hogyha lehet így fogalmazni, ez a verseny? Tehát a Persze. végzésnél ez valamilyen módon tükröződni fog abban az értékelésben, amit kaptok az Szerintem a egyeteminkáról? végzésünkben nem, de magában az életben, vagy Egy egy önéletrajzon. önéletrajz, az teljes mértékben építi és bővíti a repertoárt. Köszönöm szépen. Mi is És köszönjük. további sok sikert Köszönjük kívánok a szépen. pályán, Köszönjük akár szépen. együtt, akár külön.